Na, szevasztok, ez itt a Crypto Gamer következő epizódja. Commodore-ral akartam készülni, de valamiért a romgyűjtemény nem akart rendesen működni, úgyhogy SNES lesz. Még azt sem próbáltam, hogy ez működik-e. Hát majd meglátjuk, aztán fejbe rábaszunk. Rákúrunk, baszunk, szopunk. G. Games, emulátorok. Ilyen szopó geci van. SNES. NES? NES. Nos, várj, el kell néznem, hogy a pics. Picsbe vagyok én. Emulátor SNES. Oké. Tehát. Emulátorokból ki. Gamesbe emulátor SNES. Jó, bazd meg. Kicsit se kavarom össze magamat. Á, dehogy. Oké, options. Várjál. Jó, be van küldve. Ez nem tudom, milyen játék lesz. Hát, hogy el se indul, geci. Hát, ez kurva jó. Az év az meg. Adams geci. Options. Na nézzük, hogy felismeri egyáltalán a szájba szart izét. Joystickot. Tools. We have tools. Na várjál, van egy kis... Na már vakarom a fejemet. Input pad. Nem. De felismert a padot. Felismert a padot. Jó. Oké, language is input pad. És megy, bazd meg. Szupi. És pont SNES joystick van nálam, USB-s. Ez a kisgyerek. De ő így becsúszol, geci. Ez mi? Aha. Jó, szokni kell egy kicsit a témát. Ott öreg a Commodore 64-es keret, hogy beállítottam az OBS-be, pont jó lesz. Jaj, ez egy faszom. Nagyon faszom. Pont a legszarabb Addams Family-t sikerült bazd meg elindítani a picsába. Jöjjön ő. Acrobat. Ordítjuk az állatgeci. Kicsikét itt most lejjebb veszem így a hangerőt. Options. Pad. Pad is. Jó, csak ezek a padra nem reagál. De úgy a billentyűzetre se. Baszki. Ah, Real Monsters. Na nézzük. Options. Settings. Nickelodeon. Oho!
a Mizi game-et nézzük már, geci. Difficulty. Scary Nightmare, Scary Nightmare, hát akkor... Akkor legyen a Scary, bazd meg. Csótányt elirányítjuk a startig. Az baszcsízzük az anyját vele keménye. Olyan paintbe lett volna rajzolva az egész. Ezt én nem próbáltam ki ezt a gémet. Egy ilyen A nevezetű játék volt Commodore emulátoron is. Ismerős nekem ez a... Ez olyasmi, mint ami volt a rajstílus, mint ami volt az űrdinkák című rajzfilm még annó. Majom gecit, megijesszük. Jaj, gyökérre ne ugorjunk. Baszd ki az anyádba má! Mi ez a... Nem tud kiezgetni. Ezek azok szúrnak. Ó, hogy baszki. Patkány, geci. Nem rossz játék. Nem rossz játék. Csak fú, nyomorék vagyok hozzá, de úgy aranyos. Jó, hát jó, abszolút nem játszottam még ezzel. Gondolom, ez a rugóval lehet. Saf csapokra vigyázni kell. Anyádba. Hát igen, nem szabad át. Gyorsan el fog itt menni a HP, én úgy látom. Aha! De... Zen tech team-et... Aha! Ennyi ma! Beszarás, bazd meg! Visszajön a szeme! Tehát ha valamelyikünk fel tudna oda ugrani... Na! Thank you.
Talán ez azért homoszexuális, ez fel tud menni. Jó, hát most ezt elakadtam benne egy kicsikét. Nézzük más játékot, egy egész jó. Örülök neki, hogy végre így mennek így. Jó, énemve. Ez nem biztos, hogy menni fog. Bár tudja a faszom. Úgy tűnik, hogy mégis. New Shanghai. Bocsánat, csak tolok egy kicsit a hangerőre. Ne legyen annyira... Ha le... nem tudom, még nem csináltam ebből próbafelvételt, hogy mennyire fogna örülni, bazd. Üvölteni az egész. Start. És megy. Ezért nem ment. SNES szemulát, vagy minire nem tudtuk rátenni. Oké. És láthatatlan, mint a éljeleknek ezért ilyen számítana, hogy anyád babázd meg, gyere geci. Ez az. Itt a láncsa. Ó, kurva anyádat. Koponyák, trófeák. Kb. Egy órásra tudom most a műsort csinálni, mert holnap dolgozok. Elég szopós napom lesz holnap. Úgyhogy... Gyere, bazd meg ez a... Örülök, hogy elindult. Ez a múltkor nem indult el, eszem, ez a típus. Játszottam vele, csak nem a Crypto Gamer perkein belül. Uff, a szádat baszúdjál meg. Valami élet, semmi, valami kis azért. Hát előbb-utóbb úgyis leseggeznek ezek a köcsögök. Ó, ennyi is volt. Jó, vannak trükközések benne, meg minden. De, na. Ó, van. Na, de lives elment egy életem. Tehát aki három életem lehet. Hát egy darabig biztos eltart, hogy 10-15 percig el. Ó, az anyádat vedd föl, az kapszula, bazd meg, ez kell. Ó, rohadja, le is ütött ez a faszopó, bazd meg. Gyere! De ne dobd el! Nem lehet ütni vele, bazd meg. Az lenne a leg... Kurva kis picsa, geci, bazd meg. Picsa szalú, picsa szájú, faszopó. És felszopó, bokorugró, arcra mászó, geci, mert nem is arcra mászó volt, hanem kis alien, bazd meg, hülye vagyok, már félre beszélek, bazd meg. Ebbe is lehet a bazd meg számlálót tenni. Kicsi alien, frissen kikelt kis bokorugró, picsafing. Ó, az anyád, hogy húzok egy kortyot az Energy Drinkből, azt gyorsan is jönnek már ezek a lepra fejűek-e. De ezt tetszik, hogy ilyen változatos számú alien sereg jön meg. Változó a nagyságuk, a kinézetük, a színük.
orromat alig bírom megvakarni. Ilyen reflexek kellnek. A kisgyerekként biztos, hogy szerintem 50 ezerszer kijátszottam volna. Milyen reflexszel rendelkeztünk akkor. Emlékszem volna, hogy komodoros játékok, hogy gyerekként röhögve nyomtam kifele. Most meg el. Első pályán nem tudnék átmenni. Pedig jobb hardware-rel játszok, ugye bár ez... Na, régen rossz volt a képminőség, mivel meg volt törve a TV, ugye már TV-t használtam monitornak. Videóton TV-t is volt egy ilyen koaxos átvezető kábele. Ugye átvezettük a képet a televízióba. Ez meg volt törve, azt egy hullámzott, aki azért, ment, azért lettem szemüveges amúgy, mert tönkre ment. Gyerekkoromban Commodore 64 közeljátszása, meg ez a szar minőségű törött kábel véget. Tönkre ment a látásom. Úgyhogy... Mert közelről játszottam így, ez nagyon sokat. Hugommal is, egy haverokkal is. Megromlott egy kicsit a látás akkoriban. És ugye bár az volt a baj, hogy... De és azt akartam mondani, hogy ez volt az a lemezes joystick, hogy átalakítottunk ilyen gamepad, tehát botkormányból gamepadra, hoppá, game over. Hát akkor egy új játékot nézzük. Na mindegy, botkormányból alakítottunk gamepadra, a fatárral. Az is emlékszem, hogy ez ilyen sokkal rosszabb volt vele játszani, és sokkal jobban játszottam. Most meg itt van tök kényelmes szék, készhez álló gamepad, bazd meg. Tökre minden beállítva, tök fasza minden, és most meg már nem megy úgy, mint régen. Ez egy ilyen szomorú dolog. Aladdin. Az nagyon jó játék. Szarrá lett már ez játszva. Alien 3. Nagyon egy Alien 3. Ezt akartam Commodore-on is elindítani. Alien buzi vagyok amúgy. Majd alienes lesz a borítókép is, majd a profil is. Ezt minden kriptogamer adásba minimum egy aliennek kell lenni, én azt mondom. Vagy a Commodore-os, vagy az NES-es, vagy az SNES-es, vagy majd későbbiekben a Sega Mega Drive-os, és hogyha sikerül majd aktívabban hozzájutnom, egy Amiga emulátorhoz, aztán kifejezetten ő. Nem is, mert Amiga emulátorok vannak. Aztán van is valahol letöltve a gépre tán. Csak a romokat nem találtam hozzá. Ez valószínűleg a Pirate Bay lesz. Pirate Bay lesz majd. Hát az abból lehet. Ó, Sulaco. Ugyebár a bolygó neve halálnak a nagy fasz a csatahajója. Sulaco. Néztem maketből, meg lehet venni. Fú, bazd meg. Nem találtam tehát aktív makettet, eBay-en láttam, de valami 40-50 ezer forint értékbe árulták a Sulaco makettet. És valószínűleg is volt rakva, azt hiszem. Tehát ki a faszom veszi úgy már meg. Vagy úgy lett jó makettet eladni, hogy gyönyörűen ki van festve. Vagy úgy, hogy bazd meg bontatlanul, ez a kettő. De ez meg csak így össze volt rakva, le volt hányva feketével, azt mondja a buzi 50 ezer, anyárba mondom. Hát jó, nem, tehát 50 ezernek megfelelő dollár volt az ára. Mondom, nem, bekaphatják a faszt. Ugyanígy jártam a Mass Effect Normandival is, még egy időben, tehát akkor kijött a 2015 fele, árultak ez egy normandi makettet. Ugyebár én a horgászatot cseréltem vissza makettezésre. Gyerekkoromban voltak dolgai makettekkel, de... akkoriban nem voltam eléggé érett hozzá.
mit is mondjak, kisgyerekként inkább játszottam a makettekkel, mint hogy összeraktam volna. És az a lényeg, hogy akkor nem sokkal később elkezdtünk haverokkal horgászni. Ez már 2010-es évek után volt, és a horgászatot cseréltük le makettezésre. És ezt akartam ebből kihozni, hogy a 2014-15 fele, vagy 13, bocsánat, volt a Mass Effect 3-nak az évben, volt a Normandi, akkor adtak ki, és azt Magyarországon lehetett kapni. Csak akkor én horgáztam, nem azért, hogy maketteztem. Meg akkor még nem játszottam a Mass Effect-tel, mert megmondom őszintén, én szégyen szemre 2019-ben szembesültem azzal a játékot. Tudtam, hogy létezik, de 2019-ben lett kipróbálva először. És persze, hogy ott volt a gameplayek, azok már két, az meg tavalyiak. Egyévesek. Kerek egyévesek a gameplayek a Mass Effect-ből, ja. Nagyon sok játék kimaradt nekem egyébként, mert ugye, ha gyengébb is volt a gép, akkor mindig ilyen régi retro cuccokkal játszottam. Rengeteget vovoztam, régi csak movement szinte. Meg a Doom. Úgyhogy... Igazság szerint, tehát így 3 év volt, elkezdtem így jobban belekölteni így a... Hú, megy, felismert az egeret. Easy? Hát nekem minimum easy kell, de én csicska vagyok, bazdmeg. Csicska vagyok, jó? Ja? Oké, az vagy, bazdmeg. De és az a lényeg, hogy... 2017 óta, tehát 4 éve vagyok így jobban így az erősebb gémekbe is. Nem... Mi az anyádat? Ki... Nem is tudtam, hogy itt ilyen van. Véletlenül belekattintottam ebben. Oké. Ez mi a faszom? Terminál. Jó, bazd meg, hogyan lépünk vissza? Exit terminál. Ó, szóval... Magamat szopatom, bazd meg. Olyan kis kutya éljenek jönnek, bazd meg. Egyébként a NES-es verzió nem rossz. Mega Drive-ossal is játszott, az annyira nem volt a fasza, mint ez. Faszátok! Hogy a lőszer, basszad meg! Én most megálltak, megvártak a kis csirák, bazd meg! Jaj. Ezzel lehet szélni. Ez a raketta. Jaj! Álljatok már le, bazd meg! Hát... Én ne hiszem, hogy... Meg időre is megy ez a fos, azt hiszem. Jaj! De legbarátságosabb a lángszóró. Ó, baszki az anyádat! Beleszaladtam, geci. Mm.
Ja, azt nem lehet, mert az egy ilyen izé. Hogy ugrok én le? Azzal nem merek majd nyomni semmit, geci, mert nem... nem, de egy... Jaj! Baszki, szopóá! Már a kurva szád, ott kis geci! Meddig jönnek? Mennyi tojáson kiszarvom ebből, baszki? Azt jönnek, baszki. Hát addig fogja csinálni, baszki, mi... Totálba, baszki, meg... Ki nem fog fogyni a HP-ból. Faszom bele! Állj már le, geci, hát... Meddig jönnek már ezek? Álljatok már meg! Az egyetek már bunkó, bazd meg! Nem bunkó az a játék. Ja, az a terminál, az most nem kell nekünk. Bácsit megmentettük. Naftát, hadd találjak már! Azt tudjátok, hogy az Alien 3-ban csak egy alien volt. Plusz egy vagy hiszem, vagy kettő arc, egy arcra mászó, ja. Hogy basszalak meg. Nagyon sunyi. Hát már meg geci, hát na. Csak egy kis nafta kéne, baszod. Ó, hogy... Cseszed meg magad. Épp, hogy bementük. Ó, te a savadzós anyádat! Mi volt ez, geci? Jó, fussunk át, az kész.
ez nem jó. Hát, bazd meg. Nem. Nagyon-nagyon-nagyon elakadtunk. Brutál, az nem rossz. Mi ez a Kakó McKnight? Bazd meg. 93-as. Az ilyen JRPG. JRPG. Menjük van egy-két kör, de túl sokat, hát ezek rézé kellene, bazd meg. Jó van, bazd meg. Ráadásul meg tiszta glitch is, bazd. Be van glitchelve is, anyádat. Cybersync, Cybernator. Meg a Cybernator-t nézzük meg, hogy az milyen. Ja, azért szedtem le egyébként a Warcraft videót, hogyha valaki keresi, mert valamiért 3:20-nál nagyobban nem akarta, azért, tehát már 2 órája fenn volt a játék, és nem ment át 1080p 60 fps-be. Valamiért megbuzisodott. Megbuzisodott a köcsög. Option. Name entry. Sokra nem mentem ezzel az optionnal. Kurvára semmire, bazd meg. Sajnos. Ja, wait. Kell várni. Captain. Jó, nyomkodom el közben. Szóval 7 perc. Hú, ezzel egyszer játszottam. Hú, de gyerekként derültem volna egy ilyen robotos, basszatós az ilyenek ökörállat játék. Mi van, bazd meg? Pont esésné baszott ki, de a dumádat. Hülye vagy? Jaj, nem már! Az akciójátékokat nem jól ilyenekkel megszakítani. Jó, a zene egyébként nagyon. Ó, nagy izé, baszógép, ott van a lögdöső geci. De miért nem ütsz? Miért nem lősz? Épp az, hogy csak üt. Azé. Ó, az igen. Ilyen testet föl jetpackelni, bazd meg. Erőködjé, ez az. Már voltunk. Jaj! Lögdöső geci. Úgy látom, hogy végtelen lőszerű van. Érdekes game. Érdekes game. Egy Barbie szupermodell. Az volt... Hú, mi is, bazd meg. Nagyon köcsög játék ez, bazd meg.
lehet a headbang. Ezt ilyen Werewolf, de Apocalypse, meg Cyberpunk után kell kirakni ezt a játékot. Tévezett a jó zenéje, most rohadjak meg. Game level. Az a iszonyatosan izé. Bazd meg, de aktív ez az autóverseny, azt a kurva geci. Olyan sebességérzetem van, azt hiszem, hogy leszakad az arcom, bazd meg. Ilyen gyorsan még biciklivel sem mentem, baszki. A kutyát el lehet, hogy baszd. Jaj! Belemettük Ken kocsijába, jaj, mi lesz most? Hát igen, te szürke cipellő illene. Az is legyen szürke. A ruha is. Start. Beteg bazd meg. Kurva anyád, hát keresztbe áll előttem a faszat, most nézd meg. Hát akkor mi a kurva anyámat csinálja, bazd meg, egy csicska fasz, bazd meg. De két kocsi egyszerre áll meg előtt, akkor hogy kerüljem ki? A néger gyerek ott headbangel a kocsiba, bazd meg. Aki táskákat dobál az út közepére, bazd meg. Ribbont szerelést válaszol. Ó, bikini, bazd meg. Start. És ez lesz a címlapon. Ma megint bazd meg. Hát épp, hogy elfértem közöttük, geci. Anyádba verjem a faszom. Csicskák nem tudnak vezetni, bazd, hogy tiszta, mint a GTA 5-be lennék volna. Indokolatlan sávváltás, meg ilyenek, bazd meg. Most akkor mi? Jaj! Tehát várjál, igen. Igen, 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 igen. Ez ilyen kis izé. Quick time event. Undorító egyébként, utálta a quick time eventeket, bazd meg. Hát elbasztuk ma. Jaj, rosszat nyomtam, hát. Jó, nem, faszomat bekaphatott, Barbie. Ugrjon segbe, Ken, bazd meg, egy 50 centis néger fasszal. Na nézzük. Nézzük tovább ezt a szuper Battle Crash.
nem reagált semmire. Wow, ó, bazd meg, mi a faszom ez? Hát akár nyomta, az nem igazán óhajtott reagálni semmire, és hát van ilyen. Demon Crest. Ez az első SNES játék volt, amúgy nem akart menni. Úgyhogy minden tökéletesen jó, pörgősen ment. Capcom a Resident Evil kiadója. Demon Crest. És hirtelen meg nem mondom, ez melyik játék. Nagyon sokat ismerek én ezekből, de... Hú, már sejtem, így kezdem sejteni. Szerintem ebből már volt gameplay. Volt bizony. De nem gameplay, tehát ugyanígy valamelyik CryptoGamer adásba belemutatva ez már. Non continue. Bassz meg. Hülyeség volt rámen. Esetleg egy nehézség szintet változó. Key attack sound. Nem igazán enged semmit. Ott van egy nehézség szintet, az bassz meg az anyádat, azt annyi vagy. Béna vagy ott kész. Kapásból egy ilyen démon sárkánnyal baszasd meg magad, érted? Nem kis pályázik a játék amúgy. Geci kurva jól néz ki. Baszott meg, ahol voltam, bazd meg, szárazon. Vazelin nélkül, bazd meg. Úgy kitágult az ánusz rózsám, bazd meg, a csonta omlott. Porra omlott a karakterem, bazd meg. Jaj! Menj már, ne geci, de gyors és még utol is ér. Repüljé, geci. Jaj! Basz, hogy nincs hova menni, basz, meg. Szopd ki az anyádat! Hagyjál már meg, basz, meg! Drog megég a talpa a démonnak, érted? Oké. Okay. Ez egy nehéz játék. Chopfilter, ez a helikopteres. Chrono Tiger. Melyik volt ez a faszajzé szerepjátékos? Mi van? Az elfelejtettem a nevét. Na, de ez egyéb tolom, mert hasammal én buzirkálom. Demolition Man. Az jó játék. Doom Troopers, Doomsday Warrior, Double Dragon. 5. Dungeon Master, Earth War Gym. Moment egy picit. Na, itt vagyok. Megtaláltam azt a játékot. Ez rajta van egyébként SNES Mini-n is. Eredetileg ezt adták hozzá. Earthbound. Ezért gondolkozok, baszki, ki kéne játszani. Ez
JRPG-szerű, de kifejezetten, hát ez a fest, ilyen slow, jó? Oké. De tökre örülnék neki, ha el is indítanád. Hú, bazd meg! Ne, hát menjél már! De nem akarom menni a játék valami, miért nem mész te, geci? Megbaszotta az én néni kéred, bazd meg, nem mész el. Miért nem mész te, csicska? Select, akkor fest, bazd meg, fest, meg stereo, meg anyád, meg minden. Háj, te punci szájú. És punci pöcögtető. Folytok dösget, geci, büdös geci vagy! És tényleg kúrod az anyádat? Játsszere korok egy 5 percet, azt így zéjesz. Geciskedsz, bazd meg. Hörcsögének a nevét is hagy írjon be, jó? Verem, verem, verem. Mondom, a kisgyerek hörcsögének a nevét is szeretném beírni. Lófa! És bacz meg tényleg, amelyet a kurva petet be kell írni, de rohadjál meg! Te kurva szájú, budos szarrakás, bazd meg! És tényleg be kell írni a pet nevét, bazd meg! Ez nem vagy szar, érted? Szar, bazd meg! Kurva anyád, basszájba! Az is a szart szereti a legjobban, a szarevésnél jobb nincs. Te buzi, bazd meg. Szar. Szar. Istenem. Nem is tudom. Pina? Ezt mindenki szereti. Még a nők is. Igen, te... Hát kellett egy 10 perc, mire beindul a kurva játék. Ez a polícia. Bármikor játszódhat, 90-es években ez a lényeg. És legrosszabb esetben 22 évvel ezelőtt. Egyébként tényleg jó játék, csak bazd meg ez a gépelgetésekbe mána. Haladna vele az ember, geci.
Lezuhant valami az űrből. Talk to gods. No problem here. Let's keep picture. Talk to. Hey bro, we a fast one. Ajándék. Esetleg megnézzük a kurva ablakot, mit szólsz hozzá? Anyád, aztán kinyitod az ablakot, szép basz. Aludjál, bazd meg. Á, ne lépj be partiba, nem kell. No problem here. Hát nem is tudom, mit kéne csinálni. Sejpe baszt ezt a kislányt itt. De nem választok ki semmit, geci. Hát akkor most még gecizel már. Faszomat már. Itt is itt a kis hiány. Hát akkor basszátok meg. Gyerek az udvarra. Na. Ott ki ez a pedofil? Talk to. Rá van zárva az út. No problem here. Hát akkor mi van lezárva? A felügyelő, gondolom. Lezuhant valami UFO. Hát nem is mehetünk arra. Lezárta a rendőrség. Ugye a gyerek nem mond semmit. Hát ez ilyen szakadékos lófasz az egész majd. Na, össze kell majd szedni a bandát. A zsernyák bácsi. Mennyi haza? Pronto? Nem. Ott is a köcsög rendőr bácsi. Erre fogjál meg, te fasz! Beszaladtam, bazd meg. Mi lesz akkor? Ott egy ajándék föl kell venni. Ezt tényleg komolyabban ki akarom ezt játszani, ezt a gémet. Sok jót hallottam róla. Na mindegy, nézzük mást. Ez most így hát ez sok volt az estére ez. Mármint ez a játék. G.G. Tolkien, igen, ez Lord of the Rings. Jack the Dread. A Dread bíró. Hát kis nekem való egyszerű. Vasárnap esti levezetős lövölde. Jó kis aklai, mert ezt csinálta Mortal 2-t. Az a fasza. Az itt a fasz a game, bazd meg! Most startoljuk, ne nézegessük így ezé filmet. Nincs értelme. Azt a szűk egy órát idő elbaszással tölteni.
Ez is szerepelt már CryptoGamer adásban ez a játék. Nagyon jó mozgás egyébként, nagyon sok mindent tud a karakterünk csinálni. Hű, geci! Azt a kurva egy karaterozós állat itt, te! Gyere, bazd meg! Gyere a kurva anyádat! Gyere, te szőke cigány! Mi van? Mi van? Mi van? Megadtad magad? Ó, a kurva szádat! Most meg itt buziskodsz! Nézd már! Taxi. Faszom. Otto, hitet, Otto. Igen, létre. Tök jó lenne, hogyha eltalálnám a csávót vele, bazd meg. Vagyok én olyan antitalentum néhány játékhoz. A Beauty and the Beast-tel legész sokáig eljutottam. Csak türelmetlen voltam azzal is, az a baj. Mert ez geci játék egyébként. Jó, de hol állok már? Vagy le légy szíves, azaz. Hazzá is itt az a falat is mászt, ez kemény. Nyár. Azt a fasz béna geci szart már! Tehát az őrült Stone az, meg tisztára volt. Látta esetleg az őrült Stone filmet, abból ismerés lehetett ez a karakter. Jó, ilyen nem volt benne Dreadbe. De maga ez a szőke, ballonkabátos csávó, az a őrült Stone-nak az egyik főszereplőjére hajoz nagyon. Ez is egyébként az is ilyen cyberpunk stílusú filmnek szokták mondani. Ajánlom. Ó, kis fektettek a gecibe. Lekaratéztam, jobb voltam, mint ő. Gyere, bazd, gyere, 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 dur! A szájba rúglak így, bazd meg el. Ha nem nyomok irányt, akkor ez, ha így... Tehát irány el együtt, tizé... Ó, az igen, geci átkurt! Ástukkolta, bazd meg a falat, bazd meg! Tuss! Miért ráfejelt, bazd meg! Anyádat! Ez egy királyjáték! Ilyenekből kell longplay-t csinálni! Miért, miért stukkolt, bazd meg! Bár hogy mondjam, nagyon sok dolgot csinálhatsz ebben a játékban, viszont a opcióknak a kihasználásához meg kevés a joystick. Pontosabban a gamepad, ez a SNES-es gamepad, amit használok. Tehát ez egy jobb... még egy PS4 kontrollert mondjuk, egyszerűen már annyi fajta opciót be lehet rajta állítani egyszerűen, hogy... Jó, hülyeséget mondok, mert ugyebár ezt eleve így erre a SNES kontrollerre alkalmazták ezt a játékot. Miért nem tudok fölmenni? Kocsira föl tudok ugrani, és nem bazd meg. Na, ez egy királyjáték. Na nézzük még egyet. Kedvet szottyantam. Még egy SNES játékot kipróbálni. Madden. Mortal Kombat. Mortal 2? Legyen egy Mortal 2 így levezetésnek. Vasárnaponként mindig a 90-es évvel mindig Mortal 2-ztünk, csak mi a PC-s változattal. Az nagyon faszam volt egyébként. Abban tudtam kivégzéseket Reptile-nak, Johnny Cage-nek. Ki eljátszottam még? Barakának. Milénának. Milénának tudtam azért a szopós kivégzését, volt neki ilyen, beszopta így a csávot, beszívta, az kiköpte, kihányta a csontjait, nem, nagyon beteg volt. Milénával sokat játszottam, azt bírtam, azt a karaktert. Amúgy igazából nekem egy kintáró volt a kedvencem, de azzal nem lehetett játszani.
Very easy, bazd meg, igen, csicska vagyok, igen, kérem szépen. Meg nem szopni jöttem. Johnny Cage. Samsung. Ez egy Milena. Úgy szétaláznak a gecil. Wow. Teszem, SNES, bassz, aztán nem is lehetett kivégezni. Na már legalább már nem fog Susan meghalni, jó. Super! Excellente! Kurva anyádat, bazd meg. Sub-Zero segbe rakott. Wins. Gecis telefonba már. Ohoho! Szop kezel, így sem már meg egyszer, bazd meg! Super! Fanyádat, bassz szájba, te! Hát tévedtem, van kivégzés, mert ez kurvára kivégzett ez a csicska. Ez egy speciális felütés kellett, hogy a safürdőbe be lehessen baszni a karaktert. Rohadjon meg az anyádat, te! Te geciláda! Ez volt a very easy, érted, bazd meg? A reptájjal is jó voltam amúgy. Ugye ez is megaláz a gecibe. Itt például föl fog baszni majd az éve. A kurva anyád. Teljesen minden mivel játszok, mivel aláz meg ez a geci. Szerintem ez billentyűzete jobban tudnám játszani. Ogvar, bazd meg a kurva anyádat a két pofonos gecindel már! Két pofont kellett volna bevinni, ez a faszopó meg addig kombózott, mert baszta a kurva anyját neki. Szop ki a Margit faszát! Akkor a gyámányádba! Ilyen blokkoló geci! Rohadjál meg, te fasz! Na, a vérnyomásom az sikerült feltolni így vasárnap estére, bazd meg, nézzünk is valamit. Olyat, ami tényleg így... Metal Kombat. Ez mi a Metal Kombat, bazd meg? Erre nem hallottam még. Nintendo presents. Meg Raidennel kellett volna torpedós támadást azért. Menj be az anyádba, te újra kezdett, bazd meg! Jó, van. Ez egy bunkó. Újra indította magát a játék. Madden, NFL, azt most bocs lesz, te nem. Mega Man, hát ez nagyon béna vagyok, egyébként ez egy kurva jó játék. NHL, Ogre Battle, mi ez az Ogre Battle? Ogár csata. NX America. Quest. Az ilyen fantazis, azt szeretjük. Ez lesz már az utolsó játék mindenféleképp. Jaj, de szeretem, amikor ezt a gépelgetni kell itt ezzel a forssal. Jaj, de jó. Faszom is feláll tőle. Hát, te vállal. Ó, ott kurda nyádat meg. Hol a radír? Nem áll, hát ez a gnó. No.
Baszki! Ezt a csicska, SS. Most miért szopadsz a fasz? Tudod mit, bazd meg? Jó van, ez ott már a Crypto Gamer. Faszom, ki van ebben? Azért mivel, bazd meg? Mivel, hát a kurva anyád, Endre rámegyek, bazd meg. Így, megint ezt a gombot, vagy valamelyiket. Yes, yes. Na, elengedte. Male vagy legyen female, na. Legyen ribanc, bazd meg. Már megint egy egyszerűen kezelhető játékot találtam ki, bazd meg, így ez. Jó van, elköszönök, sziasztok!